Kiskunhalasváros képviselőtestülete a 24/2004-es képviselőtestületi határozata alapján Kiskunhalasvárosért kitüntetést adományoz dr. Holman Endre urológus osztályos főorvosnak Kiskunhalasváros egészségügyének fejlődése érdekében kifejtett tudományos munkásságáért és kiemelkedő gyógyító munkájának elismeréséül. Megkérem dr. Holman Endrét, szíveskedjen a színpadra felfáradni és helyet foglalni. A kitüntetett méltatására felkérem dr. Maróti Csaba, urológus főorvos urat. Az endoszkópia olyan műtéti beavatkozás, amikor az emberi testbe természetes vagy mesterségesen ejtett nyíláson keresztül optikával rendelkező eszközökkel műtéteket végzünk. A laparoszkópia ugyanaz a beavatkozás, csak ott a hasüregen keresztül végezzük a műtétet. Ezt azért kellett ismertetnem önökkel, mert a kitüntetett, akinek a laudációját tartom, ennek a műtéti eljárásnak az egyik legkiválóbb művelője. 1954. szeptember 14. Szegvár. Holman családnak megszületik a második fiú gyermeke, akit Endrének keresztelnek. Az iskolás évek gyorsan telnek, majd következik a Szegedi Egyetem Orvostudományi Kara. Már az egyetemi évek alatt elkápráztatta a környezetét egyetemista fiú, ugyanis a Herkules fürdői emlék című film főszerepét nagyszerűen alakítva a szakmai elismerését vívta ki. 1977-ben a Berlin Filmfesztiválon Ezüst Medve díjjal tüntették ki a produkciót. 1979-ben az ország legjobb amatőr versmondójaként Radnóti díjat kapott. Szerencséje ez a siker nem térítette le az orvosi pályáról, és 1979-ben általános orvosi diplomát szerzett, majd 1984-ben lett urológus szakorvos. A szakmai pálya főállomásai: Szentes Városi Kórház Urológia Osztály, majd Kecskemét Megyei Kórház Urológia Osztálya, mindkét helyen Tóth Csaba, azóta már professzor, irányítása alatt dolgozott, és ez idő alatt fertőzte meg az endoszkópia kellőképpen Holman doktort. Közben egy házasság és egy nagyszerű leánygyermek születése színesítette Holman doktor életét. 6 év jemeni köztársasági kitérő után, ahol szintén urológusként dolgozott és vezette az ottani kórház urológia osztályát, 1999. januárjában érkezett Kiskunhalasra. Azóta az urológia osztály vezető főorvosa. Az eltelt 5 év alatt gyökeresen megváltozott a kisvárosi osztály élete és helyzete. A Semmelweis kórház urológia osztálya endoszkópos centrummá nőtte ki magát, az ország számos intézetéből jönnek tanulni a műtéti eljárást kórházunkba. Több alkalommal a határon túlról is jártak nálunk laparoszkópiát tanulni. Holman Endre mindig készséggel, időt, fáradtságot nem kímélve állt a tanulni vágyók rendelkezésére. Néhány száraz számolat következik. Ez idáig 10 000 műtétet végzett. Ebből 7 000 endoszkópos beavatkozás volt. Az első laparoszkópos műtétet Holman doktor végezte Magyarországon 1992-ben. Azóta több laparoszkópos eljárás bevezetése kötődik a nevéhez, amit ő végzett elsőként hazánkban. A kézzel asszisztált laparoszkópos radikális veseeltávolítás, a retropenitális limfadenektómia, ez a hasi nyirokcsomagolánc műtéti eltávolítását jelenti, már a kiskunhalasi itt tartózkodás éveiben került bevezetésre, szintén elsőként Magyarországon. A főorvos úr a világon elsőként számolt be a terheseken végzett perkután vesekő eltávolításokról. A világon a legnagyobb beteganyagon szintén Holman doktor végzett kétoldali kőeltávolítást egy ülésben, ez egy időélőséget jelent. Ő végezte a legtöbb gyerekkori húgyúti endoszkópos kőeltávolítást is.
A kimagasló szakmai munka mellett 2001-ben summa cum laude minősítéssel megvédte a doktori disszertációját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Számos európai és tengeren túli országban járt tanulmányúton. Leoben, München, San Francisco, Bécs, Bassano, Lipcse, hogy csak a legfontosabb állomásokat említsem. 1995-ben Laparoszkópia az urológiában címmel könyve jelent meg, amit azóta is nagy becsben tart az urológus szakma. Megjelenés alatt van egy angol nyelvű szakkönyv is, melynek a kézzel asszisztált laparoszkópiáról szóló fejezetét Holman Endre írta. Két könyvnek társszerzője. 167 közlemény, előadás, videó és poszter szerzője, illetve társszerzője. Ezekből 32 önálló közlemény, melyekből 10 jelent meg neves amerikai és európai szakfolyóiratokban. A főorvos úr tagja az Európai Urológus Társaságnak, a New York-i székhelyű Világ Endoszkópos Társaságnak, a Jugoszláv Endoszkópos Társaságnak, a Magyar Urológiai Szakmai Kollégiumnak. A Magyar Endourológiai Társaság elnöke. Anyanyelvi szinten beszél angolul, de a Jemenben eltöltött évek társalgási szintű jártasságot biztosítanak számára az arab nyelvben is. Tisztelt hallgatóság! Úgy gondolom, hogy ez a rövid bemutatás, amit csak nagyban alakban érinti egy ember sikertörténetét, meggyőzte önöket arról, hogy a díj megfelelő emberhez került. A szegvári kisfiúból Európa és talán mondhatom a világ elismert, világban elismerést és rangot szerzett jó nevű orvos lett. Azért nem mondok szakembert, mert Holman Endre nem csak jó szakember, hanem kiváló orvos is, ugyanis ő a betegség, az eset mögött mindig látja az embert, a segítségre szoruló beteget. Mindenki az van egy jó szava, már egyénisége, megjelenése is magabiztosságot sugároz, megnyugtatva ezzel az aggódó hozzátartozót, beteget. Azon kívül, hogy kiváló orvos, jó kollega, nagyszerű barát. Kedves Endre, engedd meg, hogy először én gratuláljak kitüntetésedhez, fogadd őszinte jó kívánságainkat, mindig a hátad mögött érezheted a kollégáid segítségét. Úgy gondolom, hogy nem csak a kollégáid, hanem ezzel a kitüntetéssel egy egész város állt mögéd. Még egyszer szívből gratulálok. A kitüntetés dr. Várnai László polgármester adja át.